életben nagyon fontos a belső egyensúlynak a megtalálása, ami segít átlendülni a hétköznapoknak a nehézségeit. Vagyis az ember mentális állapota is alapvető része egészségének, mondják a szakemberek. A Lelki Egészség Világnap célja, hogy a pszichológusok és pszichiáterek felhívják a figyelmet a mentális egészség fontosságára. Az Egészségügyi Világszervezet szerint az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség hiánya. A legtöbb ember azonban erről nem feltétlenül vesz tudomást. Ők úgy vélik, ha éppen nem fáj semmiük, ha nem találnak náluk fizikai elváltozást, egészségesek. Mentális állapotunk felborulásának első jele lehet a szorongás vagy a depresszió. A művészet és a tudomány azonban segítik a mentális gyógyulást. Erről szólt a Szekszárdi Balassa János Kórházban szervezett tematikus előadás, és arról, hogy a mentális egészség érdekében akár napi néhány perc mozgással is sokat lehet tenni. Többek közt a táncról beszéltem, amely a kognitív működésnek a vitaminja. Jól tudjuk, hogy egészségünknek a megőrzését és szellemi képességeinknek a megőrzését a mozgásformák közül leghatékonyabban a tánc képes megtámogatni. Ezért beszéltünk ma erről, hiszen nem csak terápiáson alkalmazható, hanem a prevenciónak egy jelentős pillére lehet. És a táncon kívül más művészet is, mondjuk szobrászat, írás is segíti ezt a gyógyulási folyamatot? Ezt a gyógyulási folyamatot segíti, sőt, osztályunkon is működik például biblioterápia, ahol verseket, irodalmi műveket elemeznek és állítanak a gyógyulás szolgálatába. A betegeinknek a nagy része ebben részt vesz, tehát főként a rehabilitációs részlegeken tartózkodó pácienseknek a gyógyításában alkalmazzuk a biblioterápiát. 40 másodpercenként megöli magát valaki a világon, évente 1 millió ember hal meg öngyilkosságban, és ennél 20-szor magasabb azok száma, akik megpróbálnak végezni magukkal, ám nem sikerül nekik. Kertész Ágnes, a Szekszárdi Balassa János Kórház osztályvezető főorvosa azt mondja, a lelki problémák többsége az emberek elszigeteltségéből fakad, és emiatt az ilyen betegségek gyakran nem oldhatóak meg kizárólag orvosi kezeléssel. A számunkra ezért is nagyon fontos ez a nap, hiszen a pszichiátriára mai napig egy kicsit úgy tekintenek, mint egy különbségre. És mi szeretnénk megmutatni azt, hogy ma a tudomány és a művészet eszközeivel is hogyan tudjuk segíteni a pacienseinknek a felépülését, hogy későbbiekben teljes egész életet tudjanak élni. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos a pacienseink életében megmutatnunk, hogy a számukra vannak kreatív források, és ez a forrás bennük is megvan, és meg lehet találni. Ezért nagyon széles az a paletta, amivel megszólítjuk őket. Irodalom, festészet, tánc, torna, ezzel mind segítjük, hogy azok a kreatív források megtalálhatóak legyenek, amik rejtve vannak. A másik pedig ugye a tudomány. Ma nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a kognitív tudományokra, amit ma már a mindennapi gyógyításba mi bevetünk, és ezzel szintén segítjük azt, hogy a pacienseink közelebb kerülhessenek saját magukhoz, és azokhoz a megoldásokhoz, amivel hatékonyabbak tudnak lenni. Magyarország sokáig világelső volt az öngyilkosság gyakoriságában, és bár a 80-as évek közepén csökkenésnek indult a magyar öngyilkosok száma, a javuló tendenciának 2007 óta vége szakadt. Ugyanis világviszonylatban Magyarország a második helyen szerepel az öngyilkosság gyakoriságában.